városi könyvtár. Könyvbarátok gyűltek össze a nyíregyházi megnyitón, mely városunkban a 63. alkalom volt. Fesztivált szerveztek a kultúrát közvetítő, koordináló Móri Zsigmond könyvtár munkatársai, a Kortárs Magyar Irodalom, a könyvek és az olvasók ünnepére, fogalmazott köszöntőjében Tomaszowski Anita, a Móri Zsigmond könyvtár igazgatója. A könyv az időnkért, a figyelmünkért versenyez. Manapság misszió könyvet ajándékozni és este olvasni vagy mesélni. Ezek már Jászai Menyhért alpolgármester gondolatai voltak a könyv heti megnyitón. A következő 3 napon itt a Kossuth téren a könyv a főszereplő, nagyon örülünk neki, mert több mint 30 programot szerveztünk, sőt, hétfőn a programok folytatódnak a könyvtárba. Én azt gondolom, hogy igazán mindenki talál a fogára való írót, költőt, szerzőt, akár személyes találkozásokra lehet sort keríteni, de a standoknál könyveket lehet vásárolni, dedikálni lehet, és a könyvtár nyitva van, be lehet iratkozni. Nem csak Nyíregyházán, vidéken is szerveztünk programokat, ugye igazán egy könyvfesztivált és könyvünnepetre számítunk, és ahogy a kis köszöntőmben is elmondtam, nagyon fontos a személyes közvetítő jelenlét, a családban, a gyermek felé az együttolvasás öröme, erre is föl szeretnénk hívni a figyelmet, mert rajtunk múlik az, hogy a gyermekeink fognak olvasni, szeretik a könyvet, vagy pedig megmarad egy ilyen protokoll keretnek. Mi azt szeretnénk, hogy a könyv éljen és örökké tartson. És valóban volt zene, mazsorett, kiskutya, könyvkapu, cetlifa, sorbanállás és dedikálás, író, költő és olvasó. Rakovszky Zsuzsa Kossuth díjas író, költő, műfordító és a Terézanyú sorozat szerzője Rács Zsuzsa is találkozott a közönséggel épp úgy, mint Závada Pál, aki megnyitó beszédében a kulturális kormányzat támogatását kérte az irodalomra és más művészeti ágak képviselőire. Most is keveselte a könyveket és az olvasókat. És azt mondom, hogy hát miért ne léphetnék én át a fikció terepére. Közgazdászból, szociológusból lett Kossuth díjas író, drámaíró, kinek első jelentős regényéből, a Jadviga Párnájából filmet is forgattak, és mostantájt sorra zajlanak színházi bemutatói. Irodalommal foglalkoztam, szociológiai dolgozatokat csak lapokban publikáltam, könyvben nem. Hát akkor lettem szép író, amikor úgy éreztem, hogy ennek a tényirodalomnak a határait feszegetnem kell, mert fikciót akarok írni, hozzá akarok tenni a tapasztalataimhoz, a forrásaimhoz. És a világhoz is egy kicsit? Hát nyilván, de hát ez mindig közvetett formában történik. Egy író az könyvet, vagy elbeszélést, vagy drámát próbál megformálni, és azon keresztül, tehát egy irodalmi mondandóján keresztül, ennek eszközei felhasználásával üzen, úgymond, ha éppen üzen. Pénteken és szombaton újabb vendégek kerültek és kerülnek a Kossuth téri színpadra. Na, a gyermekkönyvíró Hajdú Katalin, az Olvasunk tárcát blog szerzői, illetve Lakatos Levente, a fiatalok kedvence. Szombaton délután 15 órától a Vörös Postakocsi folyóirat tartja felolvasó óráját. Őket a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szemle bemutatója követi. Hétfőn könyvtárszakmai programok lesznek a megyei és városi könyvtárban, majd Vásárosnaményban a Tiszavirág tanyahajón két helyi szerző, Bodnár István és Kulcsár Attila legújabb kötetének bemutatójával zárul a megyei ünnepi könyvhét programsora.